19. fejezet Bőrtarisznya remete, elnézően fogadja a két bűnöst, a kévágy megszállottját és a dőjfős rablót. A két régi ellenség harag nélkül haladt tovább az üdvösséghez vezető széles szantálfa ösvényen. Három év telt el az éjfél előtti tanítvány viharos távozása óta, és a magányos csúcs szakadatlanul vádolta önmagát a történtekért nem tudta megbocsátani magának vereségét, melyet a bujaság démonával szemben kellett elviselnie. Kudarcát, hogy képtelennek bizonyult magánál tartani a fiatalembert. Nagyon távol kell lennem még a tökéletességtől, vélekedett az öregremete. remete. Halovány még szellemem hatalma, és ingatag még lelkem ereje, ha minden rábeszélő képességemet ladba vetve se tudtam győzedelmeskedni e különösen tehetséges fiatalember szellemi erőin. Ki tudja, milyen pusztítást fog végezni a bujaság, e jóképű démona a női hálószobákban. Úgy vélte, hogy a fiatal léhűtő kevésbé okolható bármiért, mint ő maga, a magányos csúcs, aki képtelen volt az ifjút megzabolázni és féken tartani. Ha nem bírom megkötözni és fogjul ejteni a démonokat bőrtarisznyám segítségével, akkor mire jó ez már nekem? Azzal fogta, kivitte, a bőrtarisznyát és felakasztotta a kapuja közelében álló, hatalmas fenyő egyik magas ágára. De közben valami eszébe jutott. Hát, ha visszajön az ifjú, s hát a tarisznya, mint jelképes meghívás, nem lesz érthető neki. Tehát faragott egy fatáblácskát, apró írásjegyekkel, feliratot rót rá, s a fára szegezte. A felirat így hangzott. Ha Wei Yang nem térne meg, a bőrzsák hiába lebeg, de az idő rajta nem fog. A remete álma sem fogy, testi ké nem tart örökkön, tarisznyámért ő még eljön. És furcsa mód úgy látszik, természet fölötti erővel bírt ez az egyszerű bőrtarisznya. Három év telt el az éjfél előtti tanítvány távozása óta, s a tarisznya mindvégig a fán lógott a szabad ég alatt. De hiába fújt a szél, hiába esett eső és hó, a tarisznyának semmi baja sem lett. Nem szívta meg magát vízzel, nem mállott szét, nem tépázta meg a mostoha időjárás, ahogy várható lett volna, sőt, egyre cserzettebb és szívósabb lett az idő múlásával. És egy nap a tanítvány csak ugyan visszatért. Már messziről felfedezte a magányos, fenyő csúcsán lógó, szokatlan batyót, melyet megmeglóbált a hegyi szellő. Először azt gondolta, hogy a remete rongyai lengedeznek fön de aztán felismerte a bőrtarisznyát, megállt a fatörzsénél. A fatábla a rajta levő felirattal nem kerülte el a figyelmét. Elolvasta és mindent megértett. Tudta, hogy a tiszteletre méltó mester még mindig várja visszajövetelét. Elérzékenyülten rogyott térdre, és hajtott fejet a fatábla előtt, mintha az a mester maga lenne. Aztán felegyenesedett, és fürgén felmászott a fára, hogy leoldja a bőrtarisznyát, és a nyakába akassa így lépett be a mesterhajlékának fotangjába, vagyis butha csarnokába. A remete elmélkedésbe merülve ült az ima szőnyegen. Ismét térdre vetette magát, és homlokát hallhatóan a földhöz verte, nem egyszer, nem tízszer, de százszor. Amíg a mester folytatta elmélkedését, s ez még legalább három fertály óráig eltartott, addig buzgon illette homlokával a kemény földet, derekács nyakát nem kímélve. Végül a mester magához tért a révületből, felállt szőnyegéről, odament a térdeplő tanítványhoz, és gyengéden felemelte. Minek ez a túlzott tisztelgés? Ha az én kedves barátom rátalált a hozzám vezető útra, és megtisztelt még egyszer látogatásával, ez már elég bizonyíték baráti közeledésére. A tanítvány értelmét szűkre szabta a természet, ma már szívből bánja, hogy fel nem fogva a mester tanítását, csak nevetett jó szándékú szavain, s követte szertelen szívének és buja vágyainak parancsát. Vezek el a megbocsáthatatlan bűnökért, melyek lépésről lépésre közelebb taszították őt a pokol tornácához. Bűneiért bőségesen meglapolt, meglakolt itt -e földön, de a túlvilági bűnhődés még hátra van. Ezért esedezik a nagyra becsült mesterhez, hogy legyen kegyes hozzá, és fogadja őt be a Szent Tam művelőinek közösségébe. Közöttük talán igaz bűnbánatra talál, és megleli az igazotat a megtisztuláshoz és az üdvösséghez. Teljesíti-e a nagyra becsült mester kérésemet? Magányos csúcs így felelt. Miért ne teljesíteném, én a szegény remete, hiszen látom, hogy levetted a fenyő tetejéről a bőrtarisznyámat és a nyakadba akasztottad. Minden bizonyal olvastad a fatáblán álló sorokat is. Mióta elmentél, egyre csak jöttödet vártam. Most, amikor vezekelni akarsz, és a szent tanhoz fordulsz, most ne fogadnálak örömmel. Csak azért remek titkon a szívem, hogy elhatározásod elég szilárd -e. Meginokhatsz, és ismét visszacsúszol a vörös pormocskába. Lásd, ez a börtörésznya három éve vár rád. Végig ott a fán kitéve fajdnak, szélnek, esőnek, jégnek és a nap perzselő sugarainak, de kiállta a próbát. Leszelete is ilyen kitartó a kísértéssel szemben? Vagy elszántságod ingatag, miként a főszál? Alig menekültem meg a pokol kapujától, így keserves eszmélés után hogyan is tudnék ingadozni és meghátrálni? Nem, elhatározásom sziklaszilárd, semmi sem vonz többé a vörös porhoz. Kérve kérlek hát, tiszteletre méltó mester, fogadj fel engem. Rendben van, kérésed teljesítem. A kitűzött napon az éjfél előtti tanítvány megkérte mesterét, hogy nyírja kopaszra, remeteköntöst öltött, és új nevet választott magának. Vánsinek, azaz Ostoba Kavics, Kavicsnak nevezte el magát, emlékeztetőül, hogy kevesebb esze volt, mint az élettelen kőnek, s így három évet pazarolt el, mielőtt észhez tért volna. Ettől a naptól fogva, bozgón elkövetett mindent, hogy megtisztuljon lelke és megvilágosodjon értelme szinte már túlzásba vitte a dolgokat. Meleg ruhákat fel nem öltött volna, és kizárólag zöldségféléken tengődött, de azokból is csak a legízetlenebbeket és a legkevesebbet vette magához. Félt, hogy egy kiadós és ízletes ebéd felébreszti benne az alvó szenvedélyt. Mindent megtett, hogy éhező és reszkető külsejével is kinyilvánítsa megvetését az evilági örömök iránt. A természet azonban gátat szabott fáradozásainak, hogy lerázza magáról a föld vörös porát. Minden szándéka ellenére életerős fiatal férfi maradt, aki volt. A nappalok még csak elteltek valahogy, mivel gondolatait kordában tartották az imák, az elmélkedés és a szent könyvek tanulmányozása, de az éjszakák keservesek voltak a számára. Bűnös, csíntalan és lázangó jobbágya mindent elkövetett, hogy felhívja magára a figyelmet a durva gyapjútakaró alatt kedvére nyújtózott és dagadozott, gőgösen vetette fel a fejét, és kitartóan meredezett magányában. A meggyőzés eszközével és érvekkel támogatott parancsaival semmire se ment a zendülővel szemben. Mit tegyen hát? elgondolkodott. Kezével kényszerítse térdre a forrófejű lázadót, vagy forduljon egy mindenre elszánt novíciushoz. A remeték általában így szokták eloltani a bennük fellobbanó tüzet. De elmélyebben berzenkedett mindkét megoldás ellen. Képzelgésekben és kezének játékával keresen kielégülést. Mi ez, ha nem bolyálkodás, csak éppen önmagával, s a tettetéstől csak egyetlen rövidke lépésre van a valóság. Butha tanítása pedig szigorúan tiltja a bujálkodás minden megnyilvánulását és az érzéki vágynak tett alantas szolgálatokat. És a mi tanítványunk felettébb komolyan vette az önmegtartóztatást, amit Butha megkívánt követőjétől. Erőt vett magán, noha nagyon nehezére esett. Egy éjszaka azután felkavaró álmot látott. Azt álmodta, hogy női zarándokok érkeztek hozzájuk áldozatot bemutatni Butha szobra előtt közelebbről szemügyre véve őket, felismerte bennük azokat, akikkel korábban szerelmi kapcsolatban állt. Huacsen a három unokahúgát, húgát, illatos felhőt, gyöngyszemet és jádét, valamint két hűtlen feleségét, jade illatot és jó illatot. A két feleség hirtelen hátat fordított, hogy elfussanak, ő meg izgatottan kiáltozott a többieknek, hogy segítsenek megfogni a menekülőket. A következő pillanatban a feleségek már el is tűntek, s csak a többi maradt ott. Ő bekísérte őket a hátulsó szobába, mely a csöndes elmélkedés célját szolgálta, és ott mindannyian levetkőztek, leheveredtek az ima szőnyegre, és neki láttak, hogy felelevenítsék a régi szép időket. Már a játék közepén volt egyik őjükkel, mikor egy, a közeli erdőben hangosan ugató kutya felverte álmából. Teremtő ég, milyen szemtelenül meredezett békességének örök ellensége, milyen szemérmetlenül és gőgösen mutogatta magát fejével, a takarót emelgetve, jobbra, balra tekingetve, lázasan kutatta a megszokott odót, ahol meghúzhatná magát. Ostobakavics próbálta lecsendesíteni a lázadót. Pokoli fajzat, nyughas már! Minden bűnömnek okozója, minden rossznak a gyökere, még most sem bírsz magaddal. Hát nem elég bajt hoztál már rám? Nyughas, ha mondom. E szavakkal csitítgatta a felkorbácsolt vágyait, s hogy elterelje gondolatait, kézbe vette egy szótra tekercset. A pislákoló gyertyafényben olvasni kezdte a szent szöveget. Mikor ez sem segített, mikor a gonosz továbbra is kevésen feszítette, mint a ő lenne az óra háznál, elvesztette türelmének utolsó foszlányait. Minek hurcoljam tovább ezt az átkozott kinövést, ezt az engedetlen csatlóst, hiszen nagy része úgy is állati eredetű, ebatta toldalék, ami már emiatt is útálatos lehet butha szemében. Hogyan is válhatnék butha igaz követőjévé, hogyan is juthatnék el a tökéletesség állapotába ilyen állati és bűnös koloncot cipelve? Meg kell szabadulnom tőle, akkor majd egyszer s mindenkorra véget vetek a kísértésnek. A döntés megszületett. Meg sem várta, még fel kell a nap, már azon az éjjelen véghez vitte tervét. Gyertyával a kezében kiosont a konyhába, fogott egy különösen éles, kemény pengélyű kést, megfente a vizes korsó száján, s a haláltól sem félve végzett vele. Slám a csonkolás sikerrel járt. Nem is okozott sok fájdalmat az egész. Merészettével elvágta utolsó kötelékét, mely a földi élet kavargó vörös porához kötötte. Ettől kezdve békében élt, megszűntek az éjszakai kísértések is semmi sem tántoríthatta el többé a megtisztuláshoz vezető ösvényről. Nap mint nap közelebb jutott a belső megvilágosodáshoz. Ebben az időben magányos csúcs már nagy tiszteletnek és hírnének örvendett, mint szent ember és bodhatanainak kiváló ismerője. Sok-sok ifjú gyűlt köréje, hogy a hitnek szentelve életüket hallgassák bölcs tanításait. De mindközül a legbuzgóbb és legfigyelmesebb ostoba kavics volt, aki azzal is kifejezte érdeklődését és odaadását, hogy időnként cserényen bólogatott. Az első időben elméleti tanulmányokkal, alkalmanként elmélkedési gyakorlatokkal, valamint kegyes szolgálatokkal foglalták el magukat a tanítványok. Ez volt a próbaidőszak, melyen minden jelöltnek át kellett esnie, mielőtt a mester megvizsgálta, hogy alkalmas-e a tíz szerzetesi fogadalom megtartásával butha igaz szolgálójává válni. A második lépcsőfok elérésekor a mester kiválasztott húsz tanítványt a legjobbak közül, akik elég éretnek és értékesnek bizonyultak arra, hogy fogadalmat tegyenek. Mindannyian kiváló jellembéli adottságokkal rendelkező ifjak voltak, rendíthetetlen elhatározással, hogy butha szolgálatába szegődjenek. Erős akarattal vágytak a tíz fogadalom szerint élni, s bizonyos volt, hogy még az sem zökkentené ki őket kegyes elmélkedésükből, ha a föld megindulna alattuk. Elérkezett a nap, mikor a húsz ifjú, köztük Ostoba Kavics, összegyűlt a mester körül, felkészülve a beiktatás szertartására. Előttük volt még az utolsó feladat, bűneik nyilvános megvallása. Mindegyik jelöltnek egyenként fel kellett sorolnia elkövetett bűneit. A közösség előtt számot adva bűneikről le kellett térdelniük butha képmása előtt, homlokokkal a földet érintve, s csendben várni, míg a mester közben járt, buthánál érdekükben. Csak ezt követően vált igazán alkalmassá jelölt, hogy letegye a tíz fogadalmat, aztán kézrátétel útján butha igaz sorába emelkedhessen. Minden bűnt fel kellett sorolni, mert a legapróbb vétek elhallgatása is – megbocsáthatatlan bűnként vétetett számba, mintha kísérlet lenne az ég megtévesztésére és butha becsapására. Ha valaki ebbe a bűnbe esett, bármennyit is dolgozott hátralevő életében, hogy tisztázza magát, soha nem érhette el a tökéletesség állapotát, soha nem válhatott bothiszatvává. Magányos csúcs elfoglalta a főhelyet, és kijelölte az ülőhelyet a húsz jelöltnek két oldalon. A sorrendet az határozta meg, mikor álltak be tanulni a mesterhez. Így Ostoba jutott az utolsó hely, mivel ő érkezett legkésőbb. A mester rövid bevezető szavakkal nyitotta meg a szertartást. Felhívta a figyelmet a perc komolyságára, valamint a fogadalomban foglalt önmegtartóztatások lényegére és jelentőségére. Aztán felszólította a jelölteket az előre meghatározott sorrend szerint, hogy vallják meg bűneiket. Ostobakavics lehont szemmel és nyitott füllel hallgatta a többiek által elmesélteket. És micsoda bűnökre derült itt fény, szándékos és véletlen emberölés, fosztogatás és rablás, gyújtogatás és paráználkodás szerepelt a listákon. Igen, bujálkodás és paráználkodás, mert sok akad közöttük az ő fajtájából való, akik előszeretettel csábították el mások asszonyait, megsírtve ezzel a törvényt és a közerkölcsöt. Már csak az utolsó előtti jelölt volt hátra, aki után ő következett. Ostoba titokban felpillantott. Úgy tűnt neki, hogy a férfi arcvonásai, noha durvának és faragatlannak látszott, valójában érző lelket takarnak. A férfi alig volt túl harmincadik életévén, és egyetlen bűneként bevallotta, hogy elcsábította gazdája, férnél lévő lányát, megszöktette és eladta egy bolvéházba, szolgálójával együtt, aki mellesleg az ő felesége volt. Félelmében, hogy a túlvilágon kemény büntetésben lesz része a történtekért, esedezett a mesterhez, hogy járna közben az érdekében bothánál. A mester így felelt. Különösen gyalázatos bűnterheli lelkedet. Időtlen idők óta a legaljasabb bűnként tartják számon a paráználkodást. A paráznaság bűne és más asszonyának elcsábítása épp elég lenne, hogy elkárhoz. De miért kellett még megszöktetni alantas vágyad áldozatát, és a mocsokba taszítani őt szolgájával, a te feleségeddel együtt? Miért tetted ezrek megvásárolható prédájává, a tisztességes asszonyt megakadályozva ezáltal, hogy valaha is visszatérjen övéi közé? Félek, hogy butha nem hallgatja meg szavaimat ilyen szörnyűséges bűnök hallatán. Szólhatok-e a tiszteletre méltó mester beleegyezésével, néhány szót a védelmemben. Nem az alantas vágyak vezéreltek, bűnös tettem elkövetésében, hanem sokkalta inkább a jogos vágy, hogy bosszút álljak áldozaton férjén, aki korábban ugyanezt művelte velem. Titokban elcsábította asszonyomat, majd arra kényszerített, hogy adjam előtt neki társfeleségként. Törvényes úton nem tudtam rendezni ezt a számlát. Nem mehettem bíró elé, mert ha meg is tettem volna, ne adtak volna igazat, mert ellenlábasom tehetősebb és befolyásosabb ember volt, mint én. Így magam szereztem érvényt, a fogad fogért ősi törvényének, mint ahogy a vízparti történet, lábjegyzett, híres kínai regény, hősei a korrupt hivatalnokok elleni igazságkeresésben kerülnek szembe, a törvényjel válnak rablókká. Lábjegyzett vége. Rablói is tettek. Ennek tudatában, hogy nem a vágy, hanem a megsértett becsület irányította tettemet, remélem, a mester nem tagadja meg a közbenjárást érdekemben. Ostobakavics egyre nagyobb érdeklődéssel hallgatta szavait. Ezen a ponton már nem tudta tovább törtőztetni magát, s nyelvehegyén levő kérdések kibudjantak belőle. Buthában, testvérem, kedves bátyám, hogy hívták a nőt, akit elcsábítottál és megszöktettél? Kinek volt a felesége? és mi volt a szolgáló neve, és hová kerültek úrnő és a szolgáló. Jussiang Jade a nő neve, apjának, a nyugati hegységben élő vaskapunak egyetlen leánya. Férje egy fiatalember, aki Wei Yang Shengnek, éjfél előtti tanítványnak nevezte magát. A szolgáló neve pedig Zhu Yi, ahogy tetszik. Most Pekingben élnek a félistenek barlangjának nevezett híres bordéházban, ahol új mesterségüket űzik. Testvérem talán ismeri őket? Akkor te nem más vagy, mint Csuán, a sejem kereskedő, akit Laosü a Jámbor néven ismernek az emberek. Hogy kerülsz te ide? Megkérdezhetem, hogy te ki vagy. Talán csak nem te vagy az éjfél előtti tanítvány, de bizony én. Döbbent néma csendben bámoltak egymásra, s mindketten megborzongtak butha bölcsességét látva, melyel a találkozást itt, az üdvösséghez vezető szantálfa ösvényen összehozta. Egyszerre csak, mint a belső parancsnak engedelmeskednének, mindketten felemelkedtek ima szőnyegükről, meghajoltak egymás felé, és bocsánatot kértek egymástól az elkövetett bűneikért. Aztán magányos csúcs felé fordultak, és elmesélték különös történetüket, benne az egymás ellen elkövetett bűnöket. A mester arca fokról fokra enyhült meg, a történetet hallgatva, még végül szelíd mosoly költözött szája szegletébe. Örvend a lelkem, két ilyen bölcs ellenség láttán. Mindkettőjüket a bőnbánat irányítja, mikor a megbékélés jeleként kezet nyújtanak egymásnak. Legyen dicső a nap és az óra, melyben egymásra találtat, találtatok. Csak az a szomorú, hogy nem láttam jó előre a dolgok kimenetelét, mert ha láttam volna, talán nem történtek volna meg azok a szörnyűségek. Áldott legyen Butha neve, akinek kegyelméből és könyörületességéből az üdvösséghez vezető széles szantálfa ösvényre leltetek. Ha a külvilág valamely gyalogótján találkoztok össze, a köztetek feszülő ellenségeskedés alig ha fordult volna ilyen könnyen békés megbocsátásá. Az általatok elkövetett bűnök alig ha megbocsáthatók, és én is nehezen hajlok arra, hogy közben járjak érdeketekben. Hálásak lehettek nemes lelkű feleségeiteknek, hogy bűneitekért részben már meglakoltak, s ezzel jelentősen csökkentették a rátok nehezető bűnök terhét. Másképp nem szabadulhatnátok meg a bűnbánat és a vezeklés súlya alól, nemhogy ebben, hanem a következő életetekben sem. Sőt, Tíz elkövetkezendő életetek sem lenne elegendő, hogy leoldozzátok magatokat a megtorlás könyörtelenül forgó kerekéről. Ha mégis közben járok, és könyörgök Buthához, hogy viseltessen könyörülettel irányatokban, azt főleg feleségeitek kedvéért teszem. Milyen kár azért a két kiváló asszonyért? Megérdemelnék, hogy szobrot állítsanak nekik, dicsőítő szavakat vésve a talapzatba ha bűnös útra léptek, azért csak is titeket lehet okolni. E világi vezetésük alig, ha elégíti ki számlátokat a túlvilág bírája előtt, de kétségtelenül könyörületesebb lesz veletek, figyelembe véve, hogy feleségeitek már részben megszenvedtek a ti bűneitekért. Milyen szomorú, hogy a ti bűneitek miatt jutottak ők szégyenteli sorsra. E szavak után a mester megparancsolta a két vezeklő bűnösnek, hogy térdepeljenek le Bodha képmása elé. Aztán előhúzott egy szótratekercset, és felolvasott egy idevágó részt. Majd maga is Bodha felé fordult, és imájába kérte őt, hogy legyen könyörületes a két vezeklővel. Végezetül letétette velük az esküt, és megáldotta mindkettőjüket. Annak rendje és módja szerint hossáng lett belőlük, Bodha szolgálójává, Buddhista szerzetessé váltak a szertartás során. Ostoba kavicsnak még valami motoszkált a fejében. Dicsőmester, kérdezhetek még valamit? Tegyük fel, hogy a bűnösnek, akért az imént közben jártál, s akinek bűneiért már részben vezekelt az ő felesége, tegyük fel, hogy a szerencsétlennek gyermekei is vannak. Ártatlan kicsi leánykák, akik még dajkájuk mellén szúnyadoznak. Vajon rajtuk is segít a te közben járásod? kell majd szenvedniük életük során apjuk bűneiért, vagy ők talán bocsánatot nyernek? A mester komor ábrázattal rázta a fejét. Nem, sajnos nem. Ők sem nyernek teljes feloldozást. A bűnös gyermekeinek vezekelniük kell apjuk bűneiért, még akkor is, ha ártatlan gyermekek. Ők is oda vannak láncolva a megtorlás rémséges kerekéhez. Nem tudom eltitkolni előtted, dicső mester, hogy iménti szavaid engem, butha méltatlan szolgáját szíven ütöttek, és kétségbeesésbe bekergetnek. Két ártatlan lányka apja vagyok, én, akiket második feleségem hozott a világra, nem sokkal azelőtt, hogy elhagyott. Távoli tájon, az én házamban élnek, dajkák gondjaira bízva. Bérzik a szívem szomorú szavait hallatán, melyek szerint ők is arra kárhoztatnak, hogy hátralebő életükben vezekeljenek az én bűneimért. De ha már így van, tudom, hogy mit kell tennem. Engedj el egy kis időre, hogy meglátogassam gyermekeimet. Felszentelt késemmel majd kioltom életüket, mely az én bűnös életemnek folyománya, hogy ne kelljen szenvedni ők miattam. Azzal fogom majd vigasztalni magam, hogy tulajdonképpen születésük órájában is megfulladhattak volna a fürdővízben. Helyes le de a szándékomat? A mester rémülten csapta össze a tenyerét. Ami tápha, szentséges butha, mi történt veled? Bűnös szavak tololnak ajkaidra, s megmérgezed velük az én fülemet is. Hogy beszélhet így egy ember, akit most avattak szerzetessé, aki a tíz kötelesség esküjét csak az imént tette le? hogy gondolhat a gyilkosságra, s mi több a saját gyermekeinek elveszejtésére. Ártatlan gyermekeire, akik még a pójában szúnyadoznak. Hát mi volt az első, amire esküdtél? Ne őj! Nem így hangzott? Milyen apa az, aki ilyen embertelen cselekedetre adná a fejét? Nem, megtiltom, hogy beleavatkoz a megtorlás kerekének forgásába. De hát mit tegyek? Hogyan mentsen meg az ártatlan árvákat az átok beteljesedésétől, mely miattam szállt szegény fejükre? Hadd ezt az égurára, te csak haladj tovább a jóság és a tisztaság ösvényén. Csak azon légy, hogy soha ne egy kegyes cselekedeteid gyakorlásában, és zárd be a tisztátalan és hiába való csábítások előtt. Ki tudhatja, talán az égura a kedvedért megkegyelmez nekik, és feloldozza őket a vezeklés alól. Ki tudhatja? A késre semmi, de semmi szükség. Ostobakavics buzgombólogatott. Értem a szavaid, dicsőmester, és követem parancsaidat. Ettől a naptól fogva száműzte agyából az otthonnal és a családdal kapcsolatos gondolatokat, hogy megszabaduljon a világ vörös porától, s minden erejével buthát szolgálta, és az ő szent tanítását. Eltelt egy fél év, egy napon aztán kavics és magányos csúcs éppen elmélkedéssel töltötte idejét, melyet olykor megszakítottak vallási témájú párbeszédeik, amikor váratlanul egy idegen férfi jövetele zavarta meg őket. Magas, robosztus férfi volt, dagadó izmokkal és kopogás nélkül rontott a házba. Ostobakavics felemelte a fejét, s kit látott, bizony nem más, mint az ő régi barátja és fogadott testvére, kunlum vetétása állt előttük. A jövevény előbb butha képmása, majd a mester irányába hajtotta meg magát. Olyannyira, hogy tisztelgése közben a homlokával a földet érintette. Ostobakavics e szavakkal mutatta be. A legjobb barátom és fogadom bátyám, Kunlun vetétársa, akiről oly sokat meséltem. Korunk legrettenthetetlenebb gazfickója, és minden törvénytelen tette ellenére, egyben az igazság és a jog legbátrabb harcosa. Ó, tudom már, ő az, aki nem ismer olyan magas és vastag falat, amelyen át ne juthatna. Ő az a férfi, aki nemes elhatározással, öt kemény feltételt szabott magának, gonosz szándéktól vezérelt vállalkozásai véghezvitele során. Ugye, ő az? Ő bizony. Úgy, hát körünkben üdvözölhetem a rablók és betörők igaz bóthiszatváját. Illő lenne, hogy nekem egyszerű remetének hajtson fejet és térdet egy, egy bóthiszatva? Ne, nem, nekem kell leborolnom előtte, tisztelegve nagyságának. És valóban, az agremete készült a földre borolni, de ezt kondom vetétása már nem hagyta. Átölelte és felsegítette a tiszteletre méltó aggastyánt. Ó, hát előzi ajtajától a dicső mester a hitetlen csavargót. Mert bizonyal azt akarja tudtomra adni azzal, hogy nem fogadja tisztelgésemet. Pedig mondom néked, hogyha a te alázatos szolgád mesterségét tekintve rabló és betörő is, jelleme nem hitványabb, sőt, merem állítani, kiválóbb, mint sok köztiszteletnek örvendő polgári, aki pedig sosem lopott életében. Két cél lebegett előttem, ó, dicső mester, mikor utamat hajlékot felé vettem, s nekivágtam a vadhegyeknek és mélyvölgyeknek. Először is látni szerettem volna régi barátomat, hogy tudakozódjak egészsége felől, másodszor pedig tiszteletemet akartam tenni előtted, hogy szemtől szembe láthassam és csodálhassam benned az élő buthát. Tisztelgésem elutasítása és előzettetésem csírájában ölné meg elhatározásomat, hogy jóra adjam a fejem, és megerősíteni ősi hajlamomat a rosszra. Nem hinném, hogy ez lenne a szándékod. Arra a szomorú következtetésre kellett jutnom, hogy azok számára, akik köztudottan lopnak és rabolnak, azoknak csukva minden kapu az üdvözüléshez vezető úton, míg a hivatalnoki állarc mögött garázdálkodóknak tárva, nyitva. Ha így áll a dolog, mondta magányos csúcs bátorító mosolyjal, hogyan is merné elutasítani az egyszerű szerzetes tisztelgő köszöntésedet? S e szavakkal és karjának mozdulatával barátilag helyjel kínálta az idegent. Most következtek az udvarias kérdések és válaszok házigazda és vendég között, időjárásról és egészségi állapotról. Kullon vetétársa nyugtalanul feszengett a szőnyegen, és a lehető legrövidebb válaszokat adta minden kérdésre. Látnivaló volt, hogy másfelé jár az esze, azért bánik ilyen fukarul a szóval. Egyszer csak felemelkedett a szőnyegről, és titkos pillantásokkal és jelekkel tudtára adta a barátjának, hogy négy szemköz szeretne beszélni vele. De Ostobakavics, mint a észre se vette volna a jeladást, Mozdulatlanul ül tovább a helyén. Tudnod kell, szólalt meg végre, hogy tiszteletreméltó méltó mesterünk előtt nincsenek titkaim. Minden tud múltamról, így ha bizalmas közlendőd lenne számomra, családomról vagy házamról, nyugodtan beszélhetsz a jelenlétében. Egy élő butha előtt úgy sincs rejtve sem múlt, sem jövő. Tettetésnek, titkolózásnak mi értelme lenne? Beszélj hát! Beszélj bátran! Kull vetétársa visszaült a helyére, és belekezdett mondókájába. Eleinte lényegtelennek tűnő dolgokról mesélt, majd hirtelen elhallgatott, ábrázata elkomorodott, tekintete elhomályosodott, és nehezen préselte ki magából a következő szavakat. És most rossz hírekkel kell szolgálnom. Mindaz, ami történt, nekem róható fel, hiszen én nem tudtam állni adott szavamat. Mikor eljöttél, eskümet vetted, és én nem tudtam megtartani eskümet. Arra kértél, hogy viseljem gondját feleségednek és gyermekeidnek, s én megígértem, de csődöt mondtam. Nem érdemlem meg, hogy a szemembe néz, méltatlan vagyok a pillantásodra is. Beszélj már, a lányaimmal történt valami. Jól van, elmondom hát, bár ma sem értem, hogyan történhetett meg. Mindkét lányod majd kicsattant az egészségtől, elkerülte őket minden gyermekbetegség, egyik se volt se kanyarós, de himlős, de még náthás se. És mégis egy este viruló egészségben fektették le őket, hamar el is aludtak, de soha többé nem ébredtek fel. A dajkák szörnyűséges álomról számoltak be másnap reggel. Mindketten egy hangot hallottak, mely a gyermekeket szólította. Családotok bűnne tisztára mosva, további vezetléseteknek semmi értelme gyertek, kövessetek, haza vezetlek benneteket. Reggelre kelve a két gyermeket élettelenül találták ágyaikban. Szörnyű történet, melyik sem értem az egészet. Te mit szólsz hozzá? Ostobakavics feszült figyelemmel hallgatta, de leplezte érzelmeit. Aztán felemelkedett, és méltóság teljes tartással, butha képmása elé lépett, Térdre ereszkedett, és ünnepélyesen többször fejet hajtva fejezte ki háláját az égnek. Visszatérve helyére barátjához fordult, és elmagyarázta, hogy az imént hallottak, miért váltotta ki belőle megnyugvást és nem bánatot. Röviden elmesélte, hogy milyen szerencsétlennek érezte magát a gondolattól, az ártatlan leánykáknak is vezekelniük kell életük során apjuk bűnei miatt. Szólt arról, hogy mestere miképp ajánlotta neki, hogy forduljon el a családi gondoktól, az evilági valóságtól, és szentelje minden gondolatát butha tanításainak és a megtisztulásnak. Hagyja az egek urát dönteni afelől, megkönyörül-e az ártatlan gyermekeken. Esetleg nem bünteti meg őket atyuk bűnei miatt. Aztán így folytatta. Most talán érted viselkedésem, Hála korai haláluknak, megszabadultak az átoktól, mely születésük óta kísérte őket az én hibámból. Örülök hát a hírnek, s eszemben sincs gyászolni őket. Te is jobban teszed, ha osztozol örömömben, hogy sem szomorú képpel részvétedről biztosítasz. Kunlunvetétársa bátor és nyugodt ember volt, de most a haja is égnek állt, és a hideg szaladgált a hátán, halva, hogy barátja életébe hogyan avatkoznak be az égiek. Eltelt egy fertály óra is, mire megemésztette, amit hallott. Aztán így szólt. Ha így áll a helyzet, akkor a másik rossz hír sem fog elkeseríteni. Még az is lehet, hogy együtt fogunk örvendezni azon, ami második feleségeddel jó illattal történt, mert vele kapcsolatos a mondandóm. Ahogy hírnököm már tudotta veled, az a hétvány céda egy éjszaka megszökött valakivel, Barátodnak tudva magam, kötelességemnek éreztem, hogy kinyomozzam hol létüket. Hosszas és sikertelen kutatás után végül teljesen véletlenül bukkantam rá a nyomukra. Csábítója egy barlangban tartotta, rejtve a világ szeme elől, egy sűrű erdő mélyén. Bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, vetette közbe magányos csúcs, de hogyan találtál rájuk, ha egy barlangban bujkáltak? Fülembe jutott, hogy egy vándorló szerzetes tartja rettegésben azt a környéket megtámadta és kifosztotta a magányos utasokat, még jó, ha az életüket meghagyta. Az a hír járta, hogy mesés kincseket gyűjtött össze a rablott holmikból egy barlang mélyén. Ezt a kincset szerettem volna megszerezni, így hát felkutattam a barlangot. Egy éjszaka aztán beosontam a barlangba, de hangsúlyozom, szándékom csupán az volt, hogy elraboljam, amit ő is csak így szerzett. A barlang pazar berendezése szemet szúrt, még egy hálószobát is kialakítottak benne, széles ágyjal és függönyökkel. Amint ott lapoltam és füleltem a sötétben, meglepetten vettem észre, hogy ketten fekszenek az ágyban. Egy nő volt ott a banditával, beszélgettek. Hallgatózni kezdtem, és jól hallottam minden szavokat. A nő a következőket mondta. Az előző férjemet Csuánnak, Jánbor hívták. Nem éppen megnyerő külsejű, de jó kötésű férfi volt. Jól értette a dolgát, minden rendben volt köztünk. Élettünk egymáshoz, mint ló és a nyereg. Nem volt csapodárfajta, így nem kellett osztoznom rajta. Aztán egy szép napon, sosem gondoltam volna, az a furfangos kunnum vetétása egy ügyes csellel becsempészte a barátját az ágyamba. Mit kerteljek, a szeretőm lett. Fiatal és jóképű tudós jelölt volt, magát éjfél előtti tanítványnak nevezte még azt is elérték, hogy a férjem elváljon tőlem, és így a fiatalember második felesége lettem. Volt már neki egy, de nem sokkal a házasságok után faképnél hatta szegényt, hogy más asszonyok után nézzen. Aztán velem is ugyanígy bánt. Hónapokra magamra hagyott az üres házban, miközben ő más asszonyok után koslatott. Aztán olyan kimerülten jött haza, hogy nem volt semmire se használható. Nem sokkal ezután alávaló bitang módjára ismét eltűnt, az ég tudja hová, azóta hírét sem hallottam. Szóval ügyet sem vetett családfői kötelességeire. Mit törődött ő velem, vagy a gyerekekkel, az sem érdekelte, élünk-e vagy halunk. Én lettem volna a világ legostobábja, ha hűséges maradok ehhez a szégyentelen kurafihoz, a hűtlenség élő szobrához eddig a pontig fogaimat csikorgatva tűrtőztettem magam átkozott feleséged, jó illat gyalászkodó szavait hallgatva. De egyszer csak betelt a pohár, és elöntötte szívemet a jogosdő. Kirántottam kardomat, letéptem a függönyt, és keresztül döftem mindkettőjüket, jó illatot és a szeretőjét. Gyorsan magamhoz vettem a rablott pénzt, és tüzet gyújtva az ágy alatt kifüstöltem a barlangot. A közel kétezer ezüst itt van nálam, Elhoztam, osszátok szét a szegények és a rászorulók között. És most mond, dicső mester, helyesen cselekedtem-e? Hát nem megérdemelte a gyalázatos pára halált. Jogosan vettem-e el a pénzt? Azt a pénzt, amit az a gazfickó összelopkodott. Mindketten rászolgáltak a halára, felelte magányos csúcs, és a rablott holminak is el kellett vétetni, de nem általad, kedves barátom, Neked nem volt jogod bíráskodni felettük. Vétettél az égi és a földi törvény ellen, s félek, hogy mindkettő, az égi bíró és a földi hatóságok is, bűnösnek találnak majd itt és a túlvilágon is. A kemény szavak hallatán kunlon ve vetétása nem rendült meg túlságosan. Egész életemben rablással, fosztogatással kerestem a kenyerem, de még egyszer sem kerültem összeütközésbe a hatóságokkal. A bírák megvesztegetése nekem csak játék. Kötve hinném, hogy ezért a vacak 2000 ezüstért, ami különben is lopott pénz, valaha is elkapnának és a törvény elé hurcolnának. Csak neved olyan könnyen, kedves barátom! Az égi és a császári hatalom hálója sűrű szövésű, szűk szemein a bűn alig ha csúszik át. Az égi és a földi rend megsértői nem kerülhetik el a büntetést, Csupán az a kérdés, előbb vagy utóbb érje őket utol, és még az a jobb, ha azonnal lesújt a sorskeze, és nem kell várni a vezeklésre. Neked nincs jogod, függetlenül a körülményektől, kardot rántani hirtelen haragodban, vagy más pénzéhez nyúlni bármikor. Annak a gyalázatos vándorszerzetesnek sok bűn terhelte a lelkét. Fosztogatás, gyilkosság, bujálkodás és emberrablás, s a nő bőnei is az égre kiáltottak, hiszen paráználkodott és elhagyta férjét. De talán azt hiszed, hogy az ég ura nem találja meg az útját, módját, hogy eltiporja a gonosz tevőket? Gondolod, hogy az égi hatalom, amely a villámlást és a mendörgést irányítja, emberi kés segítségére szorul a bosszú állásban? Nem, a mindenségnek nincs szüksége a te segítségedre, Asziang. Lábjegyzet. Asziang, a taoista mitológia egyik szelleme, a és urának, hercegének fullajtárja. Lábjegyzet vége. Nem várja el tőled, hogy kormányozd a mendörgés hercegének harci szekerét. Ha meg is úszod büntetés nélkül itt a földön, a túlvilág bírái elől nem menekülhetsz. Talán enyhítő körülménynek számít majd, hogy áldozataid maguk sem voltak tisztességes emberek, hanem gazemberek, s így talán enyhítik büntetésed. Ki tudja? De a büntetést el nem kerülheted, legalábbis ami az égi igazságszolgáltatást illeti. De most térjünk csak vissza a földre. Honnan vetted a jogot, hogy ítélkezz embertársaid fölött önkényesen, kihallgatás és bizonyítás nélkül? Hát ezt nevezette jogos cselekedetnek? Te magad mondtad, hogy évek óta űzött kétes mesterségedet. Nevet szereztél magadnak, amit szerte az országban minden előjáró jól ismer. Tegyük fel, hogy valóban nem magadnak lopsz és rabolsz, hanem kegyesen szétosztod a zsákmányt a szegények között. Ha ezt sokan tudják is rólad, lehetnek néhányan, akik nem hiszik el, és gyanítják, hogy házadban őrzöd a kincseket. Egyszer majd rajtad üt a rendőrség, és megtalálja nálad a kincseket. Talán megváltatod magad a pénzen. De mi lesz akkor, ha valóban szétosztottad mindet a rászorulók között, ahogy mondtad? Akkor hogy szerzed vissza, ha majd szükséged lesz rá? Bizony, sehogy. S akkor nem lesz egy fityinget sem a megvesztegetésre, hogy kihúzd a nyakad a hurokból. Mindezt előre látva, kedves barátom, már megbocsás, de elég sötétnek látom a sorsodat. Nem nagyon valószínű, hogy megmenekülsz, akár csak a földi igazságszolgáltatás elől s amitől különösen félek, hogy minél később ér annál kegyetlenebből büntet majd tetteidért. Kunlom vetétársa, mint tudjuk, erős akaratú, kemény fickó volt. Inkább lehetne hasonlítani mély gyökeret eresztett fatörshöz, mely állja a szélvészt és a vihart, mint törékeny, gyenge nem igen hallgatott senki szavára, a köztisztelet meg kétségtelenül övezte személyét, csak erősítette önbizalmát és magabiztosságát. Mikor néha jószándékú barátai megpróbálták lebeszélni kétes mestersége gyakorlásáról, és ajángatták neki a tisztes foglalkozásokat, ő csak nevetett rajtuk. Most első ízben rendült meg az önmagába vetett hite. A szent életű remete könyörtelen okfejtése utat, utat talált nem csak a füléhez, de a szívéhez és a lelkéhez is. Felkavarta és megrázta a lelki ismeretét, felébredt benne a gyanú, hogy élete bűnös tévedés volt, s elérkezettnek látta az időt a vezeklésre. Kemény csatában legyőzve önmagát, e szavakra nyitotta a száját. Látom már, hogy nem éppen csünsze, azaz nemes ember módjára éltem, és tisztességes embernek se nevezhetném magam. Gonosz tetteimet azonban nemes szándék vezérelte, s talán ez enyhíti bűnömet. Látva láttam, hogy a gazdagok nem osztják meg önszántukból javaikat a szegényekkel, ezért úgy hittem, az én feladatom a javak igazságos elosztása. Segítségre szoruló társaim szüksége lebegett szemem előtt, nem az önös érdek. Az igen tiszteletreméltó mester véleménye szerint meg nem bocsátható bűneimért számíthatok az égi és a földi büntetésre egyaránt. Kérdezlek hát, mester! Számíthatok-e közben járásodra, ha hátat fordítva eddigi életemnek, mostantól kezdve vezekléssel töltöm az életemet, és az erény útjára lépek? Önkéntes bűnbánat volt ez, és saját akaratából tett ígéretet a vezeklésre, senki sem kényszerítette ki belőle, Ostobakavics és magányos csúcs fellélegeztek. A mester Ostobakavicsra mutatott, és így beszélt. Jól nézd meg ezt az embert, bűnei még a tiedénél is súlyosabbak voltak, és mégis, mivel őszintén megbánta bűneit, és az igaz útra lépett, könyörületet lelt az ég urának szívében. Hallhattad magad is a saját szájából, hogy miképp engedte el a kegyes ég a lánykáira eső büntetést. Ebből is láthatod, hogy nem az én közbenjárásomon, hanem leginkább rajtad a te szívbéli jó szándékodon és komoly szándékodon múlik a sorsod. Úgy bizony, szólt közbe Ostobakavics lelkesen. Nézd csak meg engem! Több mint három és fél év telt el, mióta először találkoztam a mesterrel. Akkor megáltalkodott módon elhárítottam bölcs szavait, s elfordultam tőle, buja vágyaimtól a világ vörös porába űzetve, és egyszer csak eljött a leszámolás órája, Szavai egytől egyig valóra váltak. Tekints hát, Reám, legyek én a tükör, melyben végre meglátod önmagadat. De meggyőző szavaira már nem volt szükség. Barátjában már megszületett az elhatározás. Leborult a szent életű remete lábai elé, és esküvel fogadta, hogy követni fogja, mint mesterét és lelkiatját. Magányos csúcs örömmel fogadta tanítványai közé. Botha szerint szolgálatával eltöltött harminc év után eljutott a tökéletesség állapotába. Egy napon pedig az ima szőnyegén elmélkedve, békésen, puhán, átsuhant a nirvánába, akárcsak csak mestere és barátja. Mindenből pedig kitűnik, hogy minden embernek, még a leggonoszabb bűnösnek is, lehetőségében áll Butha előtt kegyelmet nyerni és bóthiszatvává válni. Amikor Konfuciusz mester is mondotta valamelyik könyvében, Csak az lehet szenté, aki előzőleg védkezett. Figyelj és okulj! A féktelen szabadosság idejét éljük. Ideje megállt parancsolni. Az erotikus történetek elbeszélése nem önmagáért való. Célja, hogy megnyissa a füleket az értelem számára. Holló fürtyeidre rászítál a hó, ifjúság és szépség mind oly múlandó. Dicsőség és hírnév kérész könnyen száll a szélben, mint pár szál csepő. Fiatalként járt a gyönyörök kertjét, elhajtják a méztől az öreg medvét. Hallgass hát a szóra, ifjú barátom, kerges csak az élvet, de fiatalon. Ám a legjobb az lesz, mi vár rád otthon, háló kamrádban a vágy izzik forrón. Hívság vásárán az ár után olcsó, de már készen van a szabott koporsó. Kába mámorából ébred az ember, élete tükrébe nézni már nem mer. Dörzsölheti szemét, mi más lát benne, Rót bolyálkodás volt egész élete. Ezt a verset az illatok csarnokat dallamára írták, és a következő képpen magyarázható. Az ember élete nap-nap után reggeltől estig nem egyéb, mint küzdés és szenvedés, angodalom és bánat, s csak kevés idő marad a szelíd élvezeteknek. Legyünk hát hálásak az ég és a föld teremtőjének, hogy különböző nemeket alkotott, gondoskodva a kapcsolatukról is, mert ekkébb biztosította az embernek, hogy megfeledkezhessék küzdésről és szenvedésről, elvethesse bóját és baját, s hogy ne kelljen végképp kétségbe esnie létezése felett. Konfúciusz követőinek hagyom hagyományhő tanítása szerint az anyamé bejárata nem csak az élet, hanem a halál kapuja is. Egy újabb és korszerűbb felfogás szerint nekünk, férfiaknak, ha fenti szerv nem lenne, okkal kellene tartanunk a korai öregedéstől és életünk megrövidülésétől. Ennek a nézetnek a tagadói viszont azt mondják, hogy a 40-50 éves szerzetesek kevesebbnek látszanak koruknál, s hogy köztük gyakran látni olyanokat, akik 70-80 évesen is erősek és egészségesek, cseppet sem rozzant aggastyánok. Erre persze azt válaszolhatjuk, hogy a legtöbb szerzetes, noha szakított családjával és a világi élettel, mégiscsak megtalálja a világi halandókhoz hasonlóan a nemi örömszerzés titkos módjait. Vagy úgy, hogy titokban elcsábítja más asszonyát, ez a hosszabb út, vagy pedig úgy, hogy novíciusokkal bolyálkodik, ez a rövidebb út. Egy szóval nem viselkedik másképp, mint a többi férfi. A legfontosabb, hogy jól gazdálkodjunk az élet forrásával, s hogy az életerő gyökerét erőben, egészségben megőrizzük, aki nem így cselekszik, alig ha éri meg az öregkort. Vegyünk egy példát az ellenkezőjére, a császári palota eonokjait. Ők sem nőkkel, sem fiúkkal nem szerelmeskedhetnek, mivel meg vannak fosztva a szerelemhez szükséges eszköztől. Vitabeli ellenfeleink elmélete szerint nekik több száz évig kellene élniük, megőrizve fiatalságukat és életerejüket. De mi történik a valóságban? Sokkal hamarabb öregszenek meg, mint mások, s hamarabb ráncosodnak meg és fonnyadnak el, mint az átlag. Különös módon a palota eunokjait kung kungnak hívják, ami annyit tesz férfias, erős férfi, holott sokkal inkább popónak, öregasszonynak kellene őket nevezni. Pekingben találkozhatunk olyan emléktáblákkal, melyeket száz éves vagy még annál is idősebb emberek tiszteletére állítottak, de közülük egyik sem volt eunuch. Mindebből az következik, hogy nem így gyönyör, önmagában nem ártalmas az embernek. Sajnos az egészséges életmódról és a gyógyszerekről szóló kézikönyvek nem tárgyalják ezt, s ezért nincsenek tudományos és megbízható adataink -e témakörben. Ez az oka annak, hogy a vélemények annyira egymásnak ellentmondóak. Egyesek szerint a szerelmi élvezetek jótékonyan hatnak az ember egészségére, míg mások ellentétes véleményen vannak, és károsnak ítélik azokat. Gondosan mérlegelve az érveket és az ellenérveket, az előbbi álláspontra kell helyezkednünk. A nemi gyönyörnek olyasféle hatása van, mint a gyógynövényeknek és a serkentőszereknek, leginkább emlékeztet a gínzeng gyökér főzetének a hatására. Talán megéri, hogy néhány szót vesztegessünk a kettő összehasonlítására. Van egy igen fontos dolog, amit mindenek felett érdemes hangsúlyozni. Az tudni hogy a ginzeng gyökér erősítő és regeneráló hatása lenyűgöző, de csak ritkán, észszerű időközönként alkalmazható. Gyógyszerként kell kezelni, s nem mint minden napi táplálékot. Túl nagy mennyiségben, vagy túl gyakran fogyasztva, káros az egészségre. Mindez igaz a szerelmi élvezetekre is. Gondosan beosztva és észszerű keretek közé szorítva, lehetővé teszi a férfi és a női principium, a jén és a jang számára, hogy kölcsönösen enyhítsék és megkönnyebbítsék tikkasztó terheiket. Ha azonban túl gyakran és mértéktelenül élnek vele, akkor ez az ellentétes elemek a tűz és víz haláltusáját eredményezi. Gyógymódként a szerelmi élvezet a test középső részeit ellazítja, s lelket és szellemet gyönyörködtet. Ha visszajössz vele, kárt okoz mindkettőben. Ha egyszer megtanultátok gyógyszerként kezelni, nem kell félnetek tőle, de soha se hagyjátok eluralkodni magatokon. Értékét nem szabad sem túl, sem alábecsülni. Egyesülés előtt azt mondhatja magának az ember, ez gyógyszer, nem pedig méreg, miért féljek hát tőle? Egyesülés közben pedig arra gondoljon, nem a mohó vágy, hanem az egészség vezérel, miért hagynám hát, hogy elvegye az eszem és romlásba döntsön? Ha a férfi így gondolkodik, nem fog lázadozni akkor sem, ha felesége nem éppen vonzó, az asszony pedig nem fog kielégületlenül bánkódni, nem fogja az egészségtelen nemi élet korán sírba dönteni az embereket, mivel nem lesznek elhagyott és megkeseredett feleségek, mint ahogy nem lesznek mások feleségére leselkedő, magányos kóborlók sem. Sőt, mi több, ez a népesség szaporulatára is kifejti jótékony hatását, és ez cseppet sem közömbös, mert a bölcs konfóciusz véleménye szerint a politikai rend olyan, amilyen a családrendje. Idáig követhető az analógia a szexuális élvezetek és a gínzeng fogyasztás között, de van egy lényeges pont, ahol eltérés tapasztalható. A ginzeng fogyasztójának nem szabad elfelejtenie, hogy csak is a valódi, tehát a dél-mandzsúriai és koreai felföldön a Changpai-hegység erdeiben vadon termő gyökérnek van meg a híres és jótékony hatása. A máshol szedett és otthon nevelt ginzeng értéktelen. A szexuális élvezetekről szólva pont az ellenkezője igaz, csakis az otthoni tekinthető igazán értékesnek. Az idegen portéka haszontalan, sőt bizonyos körülmények között veszélyes. Mit is értünk ez alatt, otthon nevelt és idegen portéka? Tegyük fel, hogy egy férfinak van teljes jogú főfelesége, s ha akarja, vannak mellékfeleségei is a háznál. Minek tekeregne hát idegenben, és herdálná a pénzét idegennőkre? Amire vágyik, az kéznél van, elérhető távolságban, ahogy mondják, csak le kell ülnie hozzá. Ezt hívják otthon neveltnek. Semmi a világon nem akadályozza meg, hogy lefeküdjék és karjaiba vegye asszonyát, amikor arra vágyik. Nem kell tartania attól, hogy váratlan kopogtatás megzavarja, semmi sem háborgatja a derű óráiban. Tiszta lelkiismerettel látogathatja ősei sírját, hogy lerója nekik tiszteletét. A szerelmi gyönyör perceiben béke és boldogság szállja meg, amit nem zavar meg lelkiismeret furdalás. Hát nem szép ez? Bátran állíthatjuk, hogy felér bármely erősítő szerrel vagy gyógykórával. És most lássuk az ellenkezőjét, a másik férfi esztelen álmokat kerget. Legyen a nő jóházból való, s nem csak szép, de jól öltözött is. A saját csirkéjén ízetlenül fanyalog, s közben folyik a nyála a vadlibák húsáért. Korosodó felesége báját veszti a szemében, változásra vágyik, fiatal falatra. Ez utóbbit neveztük, idegen portékának ha egy szép napon találkozik valakivel, aki megfelel elképzeléseinek, elveszti lelki nyugalmát és eszét is. Nappal nem gondol semmi és senki másra, éjjel csak vele álmodik. Minden gondolata és tette arra irányul, hogy megszerezze őt. Először gyengét szerelmes leveleket ír, majd jönnek az ajándékok, s végül a titkos találkák. Hogy célját elérje, nem rest falakra hágni, nem által pincékben és árkokban bujkálni, mohó vágyában, hogy az ismeretlen és tiltott gyönyörrel éljen, a legmerészebb dolgokat műveli, s mégis folyvást reszket, mint egy gyáva egér. Bár senki sincs a közelében, mégis lépteket hal, fél, hogy rajta kapják. Nem a gyönyörtől gyöngyözik homloka, hanem a szorongás verétéke lepi el halántékát. A kalandok kérész életűek, a házasság tartós kapcsolat. Múlnak az évek, a hitszegőből szakállas öregember lesz, Ám egyszer csak mindenki tudódik, lehull a lepel, s fényderül minden családságra, amikről azt hitte, már régben nőtte őket a fű. Feltámad a családi bosszú, üldöztetés lesz az élete, s megtanulja, mit jelent a szakadék szélén táncolni. Megtudja, hogyan jár, aki könnyelműen kihívja a sorsot, és megszegi a törvényt. Lelkiismerete nem hagyja nyugodni a titkos bűn miatt, s egy nap utoléri a megtorlás. Gyilkos kéz teljesíti bevégzetét. És mi történik a szeretőjével? Ha szerencsés, megmenti életét, de elveszti becsületét. Házassága az átonyra fut, nyugtalanság, keserűség és bánat mérgezi meg létét, s időnek előtte sírba dönti. Mindebből következik a tanulság, a szerelmi kalandok haszontalanok. Aki szerelmi élvezetekre vágyik, ne forduljon el attól, aki közel áll hozzá, ne a távolban keresse a boldogságot ne tegyen úgy, mint a válogatós ínyenc, aki csak a soványát csipegeti, a zsírosát pedig eltolja. Ne vesse meg a mindennapi házi kosztot, s ne keresse folyvást a nyalánkságokat. Ezzel el is érkeztünk a regény szerzőjének igazi mondani valójához, atyai intelméhez, melynek lényege az, hogy férfitársait érzéki vágyai kordában tartására intse, s óvja őket attól, hogy vágyaiknak szabad folyást engedjenek. Célja nem az élvhajhászok dicsőítése, éppen ellenkezőleg. Kétes dicsfényüktől akarja megfosztani őket. Őszintén reméljük, hogy a nyájas olvasó nem érti majd félre a szerző nemes szándékát és jóindulatú atyai intelmeit. Álljunk meg itt egy szóra. Szinte hallom a kételkedő kérdést. Ha céljaid ennyire az erkölcs szolgálatában állnak, miért nem erkölcsnemesítő dolg dolgozatot írtál? Mire való ez a ledér kalandregény, megfűszerezve mindenféle feszlettség és kicsapongás aprólékos leírásával? Kedves barátaim, hadd válaszoljak egy jogosan felmerülő kérdésre! A mai olvasóközönség undorral fordul el a klasszikusok és a történetírók emelkedett, ám de száraz stílusban papírra vetett, tanító és elkölcsnemesítő írásoktól. Sokkal több örömét lelép viszont az akadémikusaink által egyedül fontosnak és említésre méltónak ítélt hivatalos irodalom kertjén kívüli, de ott vígan viruló, életszerű történetekben, melyek a mindennapok emberközeli eseményeit elevenítik meg. Még az efféle könyvekben is átlapozzák a konfúciusz által hirdetett erkölcsi tanításokat, mert egyszerűen unják. Amit kedvelnek, éppen az ellenkezője, a szokástól és a hivatalosan elfogadott normáktól eltérő, erotika, képzeletgazdag és részletező megjelenítése. Nem túlzás azt mondani, hogy manapság bizonyos rétegek eljutottak az előítéletektől megszabadult szabadosság és zabolátlan léhaság csúcsaira. Aki saját korát akarja megváltoztatni, annak a nagy jő, lábjegyzet, a későbbi jücsászár, Időszámításunk előtt 2205-től 2197-ig. Lábjegyzet vége. Módszerét kell alkalmaznia, ő legyőzte az országot fenyegető nagy árvizet, Yao idejében. Lábjegyzet. Időszámításunk előtt 2357-től 2255-ig. Lábjegyzet vége. Hogyan vitte véghez jő a hatalmas tettet? A hullámok már-már már az egekig értek. Az árvíz elöntötte a hegyeket, s a tajtékos habok a legmagasabb ormokat ostromolták. Jő ekkor bárkákat építetett, s azokkal eljutott a hegyekhez. Sűrű erdőkön és bozótokon kellett utat törni magának, hogy eljusson a csúcsra. Onnan azonban áttekinthette a vizek útjait, s meglelte az irányt, amelyre a víztömeget elvezethette a tengerhez. Így írják a régi krónikák. Alkalmazkodva a vizek saját áramához, Képes volt csatornák segítségével a tenger felé terelni a vizeket és kiszárítani a földeket. Ha valaki saját korát akarja megreformálni, annak nagy jühöz hasonlatosan alkalmazkodnia kell az idők saját áramához, hogy szavai meghallgatásra találjanak. Ha manapság egy jobbító szándékú reformer oktató dolgozattal jelentkezne, mely csöpög az erkölcsi tanoktól, vállalkozásával biztos kudarcot vallana ki is dobna ki pénzt efféle írományra, de még ha ingyen osztogatná, vagy házhoz küldené névjegyével ellátva, mint ahogy kegyes templom patronusok teszik, annak sem lenne sok haszna, hiszen ezeket általában olvasás nélkül a szemétre hányják, vagy csíkokra vágva, fidi buszként használják. Nem, direkt módszerekkel nem mindig lehet célba érni. Másképpen kell nekivágni és megpróbálni, akár kerülő úton, eljutni a közönséghez. Először szellemes és szórakoztató erotikus történetekkel kell felkeltenünk az olvasó figyelmét, egyként felcsigázva érdeklődését és a feszült, ám de kellemes izgalom állapotába hozva őt. Ha az olvasó már elmerült a könyv olvasásában, és sikerült figyelmét lekötnünk, nem tudja majd letenni a könyvet. Az erotikával céltudatosan megfőszerezett fejezetek olvasása közben várhatóan őszinte csodálat tölti el, s nagyot sóhajtva ekképp gondolkodik. Ó, igen, a nők is az élvezetek. Van benne valami, így kell élni. Élvezni az életet, megragadni a kínálkozó alkalmakat, akár házon kívül is. Miért is ne lehetnék a ké démona, szürcsölve a legszebb poéniák kejhéből csepegő nektárt? Ezért érdemes élni, Becsület és hírnév, üresen kongó szép szavak. Hiába valóság értük élni. Később, miközben mohon habzsolja az oldalakat, ér el hozzá a felismerés, mintha az akupunktúra fájdalmas, de egészséget hozó tűi hatolnának belé. Akkor majd feleszmél és azt mondja magának, ó egek, hát így van ez, ilyen keményen kell lakolni az élvezetek hajszolásáért és a nők hálószobáiban átélt kalandokért. Ha ez az ára, talán jobb meggondolni a dolgot. Csak elherdálod a vagyonodat, s bűneid terhenő? Nem, ennek semmi értelme. Jobb, ha megmaradsz első feleséget és ágyasait körében. Így fog gondolkodni végül, magába száll és belátja, hogy rossz úton haladt. Megbánja, amit tett, és visszatér az észszerűség ösvényeire. Megtanulja tisztelni és becsülni saját feleségét és mellékfeleségeit, cserébe elnyeri szerelmüket és megbecsül, megbecsülésüket, lelkében és házában helyre áll a rend és a béke. Így lehet egy dolgon ugyanazzal kifogni, az embert emberséggel morreste tanítani. Ez a módszer, amit bátran hasonlíthatunk bővészmutatványhoz, és joggal nevezhetjük így, a tudatlan fehér lótuszbimbó előcsalogatása a zavaros mocsárból, nagyon is ajánlatos minden írónak, nem csupán a vadgyom regények szerzőinek annál is inkább, mivel a régi korok híres bölcsei is éltek vele, midőn nagy reformokat akartak keresztül vinni. A klasszikus példa erre a híres erkölcsfilozófus Menciusz. Lábjegyzet időszámításunk előtt 372-től 289-ig. Lábjegyzet vége. Esete, akinek így sikerült jobb belátásra bírnia, Csi hajthatatlannak tűnő hercegét, Szuánt. Mencius gyakorta vitázott a herceggel a kormányzás művészetéről és állambölcseleti kérdésekről, de a hercegtől mi sem állott távolabb ezeknél a kérdéseknél. Öt kettelése volt viszont, vagy inkább szenvedélye, a vadászat, a zene, a bor, a drágakövek és a nők. Nem mulasztotta el megdicsérni Menciusz értekezéseit, de csak az illendőség kedvéért valójában mélységesen unta azokat, s a gondolatai mindig másfelé jártak. Észrevette ezt Mencius is, és neki szegezte a kérdést ekképpen. Hercegem, ha tanácsaimat jóknak ítéled, miért nem követed őket? A herceg így felelt. A természet ruházott fel ezekkel a gyarlóságokkal, s közülük való a női nem iránti gyengeségem is. Ezekkel a szavakkal egyértelműen tanúbizonságát adta konokságának és vakságának, mely hasonlatossá tette őt két korábbi javíthatatlan uralkodóhoz, akik a női nem rabjaiként váltak zsarnokkán népük felett. Csie Kueyről, a Szia dinasztia uralkodójáról. Lábjegyzet. Időszámításunk előtt 1818-tól 1766-ig. Másik neve Di Lábjegyzet vége akit a Shang dinasztia alapítója, Chung Tang taszított le a trónról, valamint 500 évvel későbbi társáról, Chou Xinről, van szó, a Shang vagy Yin dinasztia utolsó uráról. Lábjegyzet. Időszámításunk előtt 1154-től 1122-ig. Lábjegyzet vége. Akit a Chou dinasztia alapítója Wu Wang fosztott meg trónjától. Bölcs és felkészült tanácsadóik legkomolyabb intelmeit és figyelmeztetéseit is ezzel ütötték el, gyakorlatban kivihetetlen. Nos, ha Menciusz is felöltötte volna a szigorú nevelő tartását, és emelkedett hangon, ünnepélyes arccal ekképp oktatta volna a herceget, időtlen idők óta szigorú törvények és még szigorúbb rendeletek születtek, melyeknek engedelmeskedett az uralkodó is, akárcsak a népe, hogy elejét vegyék a nőkkel való bolyálkodásnak és szabadosságnak. A közember, ha efféle bűnbe esett, életével lakolt. A méltósággal bírót megfosztották hivatalától, a könnyelmű herceg elvesztette tartományát, a romlott császár pedig trónjával és birodalmával fizetett érte. Ha Mencius így beszélt volna, a herceg minden bizonyjal meghallgatta volna az udvariasság kedvéért, s megtartotta volna magának ellenvetéseit ám titokban felmentette volna magát, mondván, mit tehetek, ha a természet alkotott ilyenné, amilyen vagyok? Ezek az én hibáim, és úgy tűnik, nem tudok órá lenni felettük. Miért nem hagy békében? Tanításai haszontalanok számomra. E szavakkal eresztette volna el füle mellett mestere intelmeit. De mit is tett valójában Mencius? Féretéve minden fontoskodást és tudálékosságot, alkalmazkodott a herceg gyengéjéhez, Nyájas és közvetlen hangnemben egy történetbe kezdett, mely hasonló esetről szólt, nevezetesen Tanfu hercegről, Tai Wangról, Wu Wang dapjáról, aki a szebbik nem elfogult rajongója volt. Egy szórakoztató és gáláns történet előadásával, melyben érzékletesen lefestette Tanfu herceget. Lábjegyzet. Időszámításunk előtt 1250 körül. lábjegyzett vége függőségét a női nemtől, mely olyan méreteket öltött, hogy még egy fertály órát sem volt képes meglenni nélkülük. Ellenségei elől lóháton menekülve is magával vitte a legkedvesebbiket, sikerült felkelteni a herceg érdeklődését, aki lebilincselve várta a fejleményeket. És ekkor jött a nem várt fordulat. A herceg már biztosra vette, hogy a könnyelmű tanfú aki még menekülés közben is nyergébe emeli kedvesét, vesztébe rohan, strónyával és életével fizet léhaságáért. De nem, a történet másképp folytatódott. Tanfu herceg, ahelyett, hogy kisajátította volna magának az ágyban szerezhető örömöket, mindent elkövetett, hogy népés osztozzon vele az efféle élvezetekben. Minden hatalmát latba vetette, hogy házasságok jöjjenek létre, s azon fáradozott, hogy az otthonülő, mellőzött hajadonok és a házasságra termett tekergő legények egymásra találjanak. Mikor ünnepetült feleségeivel udvarában, azt kívánta, hogy népe is osztozzon örömébe, örömében, ezért népünnepét rendeztetett. A nép nem is emlegette őt másképp, mint az igazi tavasz, az élet és az örömök hírnöke, mert megvalósította az ősi államvezetési ideát, melyet Kuánce filozófus, Lábjegyzet. Időszámításunk előtt hetedik század. Lábjegyzet vége. Így fogalmazott meg. Az ég igazságos, önzetlen és elfogulatlan. Egyformán oltalmaz szépeket és csúnyákat. A föld hasonlóképpen igazságos, önzetlen és elfogulatlan. Egyformán hordozza a kicsiket és a nagyokat. Az ég és föld után az uralkodónak kell harmadikként biztosítania, hogy minden ember egyaránt fürdethesse orcáját a gyümölcsöző áldás sugaraiban. Az uralkodó, mint az ég, önzetlenül óvja alatvalóit, s mint a föld, önzetlenül hordozza őket. Az önös érdekeit hajszoló kormányzat anarchiába fullad. Ki ne lenne hálás az emberek közül egy ilyen uralkodónak, s vajon kitagadná meg a kötelező tiszteletet tőle? ki merne hibát keresni benne, felróva gyengeségeit, s ki lenne bátor igazságtalansággal vádolni. Így beszélt Mencius. Szűán, Csi hercege pedig élvezettel hallgatta szavait. Megszívlelte és követte a tanítást. Ettől fogva okosan uralkodott, s ha Mencius bölcs tanácsokkal látta el, megfogadta azokat, s nem keresett kibúvókat, természet adta gyengeségeivel takarózva. A szerző is mindent elkövetett, Hott tanulván Menciusz klasszikus példáján elővarázsolja a tudatlan fehér lótuszbimbót a mocsár zavaros sártengeréből. Reméljük, ennek értelmében értékeli majd az olvasó eregényt, s nem a zavaros ingovány, az elferdült szokások néha túlzottan hűséges ábrázolásáért, hanem a szeplőtlen lótuszvirág a bölcsbelátásra és őszinten megbánásra intő tanítás felmutatásáért tartja majd méltónak elolvasásra. Az, hogy a szerző néha túlmerészen és közelről mutatja be a hálószobák titkait, s hogy alkalmanként bevallottan súrolja az illetlenség határait, az abban lel magyarázatot, hogy mindvégig ébren akarta tartani az olvasó érdeklődését és kíváncsiságát, míg le nem gördül az előadás függönye. Csak így tudta olvasóiban elplántálni az elkerülhetetlen bűnhődés komor eszméjét, mely egyre inkább hang hangsúlyt kap a történet vége felé. Az ízesen, ízléstelen részletek nélkül az olvasó fanyar és keserű szájízzel tenni le a könyvet. A szerző az életszerű jelenetek segítségével a datója édes húsába ágyazva ízlelteti meg olvasójával a kesernyés olajbogyót, lehetővé téve számára, hogy eljusson a dolgok lényegéig. Könyve így módon elkerülheti az unalmas és terjengős regényeknek kiáró teljes elutasítást. bega